Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 26-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és most ezt megnézzük, kivetem rá a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés, milyen lépéseket tesz irányotokba, vagy mit közöl veletek? Ehhez kapunk még egy napi kártyát. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Ez a felső kártya adja meg rá a választ. A kép mutat egy találkozást. Ez egy jó hír, és ő szeretne veletek találkozni. A hetes szám összeáll a hold energiájával. Az mutatja a vágyakat és a reményeket, az álmokat. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, ez a fő papnő megadja rá a választ. Itt is írásról, vagy egy levélről van szó, tehát ugyanazt mutatja, ahogy ez a kártya is, hogy kaptok tőle egy hírt, és ő szeretne veletek találkozni. Azon kívül ez a fő papnő ismeri a titkokat, és őrzi a sors könyvét. És ez arra utal, hogy van köztetek egy sors kapcsolat. A harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, mit közöl veletek. Itt ezen a képen látható a kettes szám, és az két személyre utal. Az lehet ő és ti. A képen viszont van egy harmadik személy is, és az így nem áll be a képe, mert ez a harmadik személy nem passzol a képben, de mégis ott van, és figyeli az eseményeket. Figyeli azt, hogy mások hogy játszanak, milyen lépéseket tesznek. Ez arra utal, hogy valaki figyel benneteket. A napi kártyát ez a kislány mutatja, az lehet kapcsolat a gyerekekkel, viszont ennek a képnek van egy szimbolikus jelentése, utal egy új kezdetre, vagy újdonságokra. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy ilyen videó felvétel név nélkül. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!